Jó estét kívánok, hölgyeim és uraim! Önök a Somogy Televízió Miért című műsorát látják. Vendégünk Gyarmati László, a Siófoki Helyi Érték Egyesület elnöke. Tisztelettel köszöntelek, és azt hiszem, hogy beszéljünk egy kicsit az életedről, de csak egészen szűken. Csak módjával, mert hogy te tulajdonképpen nem igazi siófoki fiú vagy, hanem itt születtél a környéken, de lehet mondjuk, hogy a Siófoki Kórházban. Nem vagy? A Siófoki Kórházban, én Kőröshegyen születtem. Kőröshegyen születtél, akkor még lehetett Földvár mögött 2 kilométerrel, a mostani Muskátli vendéglőben. És tudod-e, hogy a Kőröshegyi templom, a katolikus templom miért műemlék templom? Ott kereszteltek meg. Nyertél. Nem beszéltük ezt meg komolyan, de... Ez volt a vicc része. Igen. Azt nagyon jól tudjuk, hogy erőteljesen kötődsz a Balatonhoz, és az is természetes, hogy a Balaton fővárosához, Siófokhoz is, hiszen újságíróként nagyon sok cikket írtál erről a településről is. Mondhatni azt is, hogy amatőr helytörténészként is rendesen helytáltál. Néhány kiadvány is jelzi ezt, meg néhány irodalmi mű, verseid, egy-két novella. De most nem is tulajdonképpen az elnök úr életéről van szó, hanem arról az egyesületről, amely most már hosszú évek óta fémjelzi, hogy itt valóban nagyon lelkes lokálpatrióták élnek. Igen, 2014-től működik a HÉ, Helyi Érték Egyesület, Siófok térségi, amely sok mindennel próbálkozott 14 évvel ezelőtt, ugye az induláskor. Nagyon sok összejövetelünk volt kultúrával, helyi értékek felkutatásával, témakörökben ezzel kapcsolatban. Bocsáss meg, te hogyan cseppentél ebbe? Te voltál a kezdeményező, hogy jöjjön létre? Igen, voltam a kezdeményező. De több helyi civil szervezetnél is aktívan részt vettem a kialakulástól a megszűnőség igazából. A HÉ az még egyáltalán nem szűnt meg, sőt, egyre előteljesebb egyesületté vált. Úgy gondolom, hogy a városnak az egyik legjobban működő egyesülete per pillanat. Kik ők egyébként? Kik voltak az alapító tagok, és milyen célokat fogalmaztatok meg akkor? Nagyon széles körű alapító tagság volt. Voltak kollégák, tehát újságírók, tévések, Móczár Pistiék, Róka Ildiék is többek között benne voltak az első körben. Nagyon sok vállalkozás volt benne, volt, akinek nyári szórakozó helye van, mint a Barna Sanyi például. Tehát nagyon sok rétű volt ez az egész kulturális közösség, és igazából mindenki hozzá tudott tenni valamit a saját kis szegmenséből ahhoz, hogy ez jól működhessen. Első időkben például nagyon sok pályázatot írtunk ki, fotópályázatot, szavalóversenyt, kiállítást szerveztünk siófoki alkotók, amatőr alkotóknak a műveiből a kulturális központban. Sőt, volt nekem egy újságom, és abban egy sorozatot is indítottunk, ami legalább 6-8 vagy talán 10 évig is működött. Az volt a címe, hogy Mi bántja a szemét. És nagyon sokan írtak az újságba és küldtek fényképeket, hogy Siófokon és a környéken mi bántja a szemüket. Tehát hol vannak rendetlenségek, hol nem csinálnak meg valamit, és ezt a újságban megjelentettük, és nagyon sokszor azt tapasztaltuk, hogy igen hatékony volt a dolog, megjelent az újságban, és 1-2 héten belül rendet tettek a tulajdonosok. Ez nagyon populáris egyébként valóban, amit kitaláltál, de ezek szerint az eredménye is megvolt. Megvolt az eredmény, konkrétan például a vasútnak volt egy nagyon lerobbant épülete egy vasúti átjáró mellett, a volt Delta étteremmel szembe, és például azt is lefotóztuk, megírtuk, hogy ez már évek óta elhagyatottan áll, sőt, valószínűleg hajléktalanok is lakják meg egyebek, és körülbelül egy 2-3 hét múlva eltűnt az egész épület, lebontották és helyette befüvesítették a parkot. Valóban jól néz ki most az a környezet, így van. Elég aktívak voltak akkor a tagok? Tehát hogy érezted? Mindjárt te lettél az elnök, vagy? Igen, én hát gyakorlatilag 14 éve regnálsz ezek igen, szerint. Hihetetlen. Alapító elnök vagyok. Én, nekem volt az ötletem az egész egyesület. Megmondom őszintén, hogy a Boglári Helyi Érték Egyesület adta az ötletet a névhez, és úgyhogy köszönöm ezen túl, vagy ezúttal is a Boglárieknak az ötletet. És hát azóta mi egyébként nem, tehát ők is más csinálnak, mi is más csinálunk. Mi inkább ilyen kulturális
rendezvényeket mostanában már, és kulturális kiadványokat, olyan jellegű dolgokat, amik elmondhatom tényleg, hogy a helyi értékek. Rengeteg ilyen van egyébként, tehát a tárház, amilyen feladatunk lenne ezzel kapcsolatban, olyan, azt szoktuk beszélni igazából a kollégákkal, illetve a vezetőséggel, hogy annyi feladatunk lenne itt a térségben, hogy kéne hozzá 8-10 ember főállásban, hogy meg tudjuk valósítani mondjuk 5 vagy 10 év alatt azt az elképzelést, amiket magunk elé tűztünk. Ezzel azt akartad mondani egyébként, hogy van régiós vagy kisrégiós kisugárzása a Siófoki helyi értékegyesületnek? Ez azért is a neve is Siófok térségi helyi értékegyesület. Úgy gondolom, hogy a térségben egy 20-25 kilométeres körzetbe beletartozik minden, ami értéket jelent, akár emberi értéket, akár épített környezetet, akár kultúrát, sőt, akár sportot is. Emlékszem még arra, amikor azt mondták, hogy a múltat végképp eltörölni, ti pedig pontosan azt szeretnétek, hogy a múlt itt éljen, velünk éljen, napjainkban. A múltat végképp feltárni és bemutatni. Igen. Van ehhez egyébként elég szellemi potenciál? Ugye? Én úgy gondolom, hogy van szellemi potenciál. Mi nemrégiben, 2-3 évvel ezelőtt, amikor az új választások voltak, ki is dolgoztunk Siófok város kulturális koncepcióját, felajánlottuk az önkormányzatok, hogy akár sportkoncepcióban is gondolkodhatnánk, mert úgy gondoltuk, hogy ha egy új testület feláll, akkor nem ártana nekik meghatározni azt az irányt, hogy mit szeretnének elérni az elkövetkezendő 4-5 évben. Most hát a koncepciónkat elküldtük a polgármester úrnak, a képviselőtestület jó néhány tagjának, hát főként a tanácsnokoknak, akik a bizottsági elnökök, és azt vettük észre, hogy azért egy-két helyen megvalósulgatott részlet abból, amiket mi leírtunk. Mondjuk a Héj Egyesület neve az nem hangzott el ezekben a leírásokban és programokban. Nem a forrás, de nem az a lényeg, egyébként. Pont erről van szó. Nem az a lényeg, hogy abból valósuljon meg valami, ami tényleg hasznos, és tényleg jó a közösség számára. Kérdeztem az aktivitást. Megmaradt változatlanul az alapító tagokban ez a lendület? Az alapító tagok közül jó néhányan igen, megvannak a mai napig is, de közben jöttek újak körülbelül egy 4-5 évvel ezelőtt, akkor egy kicsit átszerveződött az egész, új lendületet kapott. Főként azzal, hogy a Karanc Katalin és a Berlinger Ágnes beszállta az egyesületbe, és ők azóta nagyon sokat, azt mondom, hogy emberfeletti módon dolgoznak, és dolgoztak is az elmúlt pár évben. Hogy csak hölgyekre szabad bízni a komoly munkát, ugye? Csak hölgyekre, persze. Na most én nagyon hagytam őket, hogy dolgozzanak. Helyes. Nekem igazából a kiállítást megnyitó, és néhány ilyen szervezési munkán kívül túl sok feladatom nem volt ezekben. Ők szerveztek nagyon sok kiállítást. Főként az volt a célunk, hogy a helyi, illetve a térségbeli amatőr alkotóknak bemutatkozási lehetőséget biztosítsunk. De ez, igen, bocsánat. Ez nagyon-nagyon, úgy gondolom, nagyon-nagyon jól sikerült. Már 3 éve, sőt, talán már 4 éve is van, hogy nagyon sok kiállításunk van, ahol a helyi és a környékbeli amatőr alkotók megmutatkozhatnak. Igen, számunkra a legnagyobb rejtély vagy kétség, hogy amit létrehoznak alkotás, az vajon eljut-e a nézőhöz, a befogadóhoz. Ezek szerinti úttörők voltatok ezen a területen. Gyakorlatilag a legfontosabb feladat, egyik feladatunknak pont ezt tartjuk, hogy azokat az alkotókat, akik tényleg szabadidőből, hobbiból, magukat képezve próbálnak minél színvonalasabb alkotásokat létrehozni, hogy azoknak egy teret biztosítsunk. És ez gyakorlatilag úgy is sikerült, hogy már 3 évvel ezelőtt, azt hiszem az első, például Fröccs Fesztiválon, sátrakba nem csak fröccsöket lehetett kapni, hanem például kiállításunk volt dupla sátorban a helyi alkotóknak az alkotásaiból, a festményekből, szobrokból, és hasonló jellegű dolgokból, kézműves dolgokból. Tehát próbáltuk bemutatni a nagy közönségnek, és nem csak a siófoki nagy közönségnek, hanem akik ide jöttek nyaranta látogatóba. Vásárlási lehetőség is volt, de az nem volt jellemző igazából, hanem inkább a bemutatkozás. És ezt gyakorlatilag 2-3 nyáron keresztül sikerült megvalósítanunk, hogy az ilyen városi programokhoz így kapcsolódtunk hozzá.
És tényleg azt mondhatom, hogy nagyon, nagyon jó volt a visszhangja. Megmondom őszintén, nagyon féltem én az ilyen vásári bemutatkozásoktól, mert ugye a sátrakat éjjel is őrizni kellett volna. Tehát nagyon féltünk attól, hogy esetleg tönkre mennek, vagy ellopják a kiállított anyagot. Szerencsére nem történt semmi ilyen. Egyszer volt, hogy egy vihar levert egy festményt, az kicsit megrongálódott, de szerencsére nem annyira, hogy visszavonhatatlanul eltört volna, vagy tönkre ment volna. Némi restaurálás után még igen. kiállítható. Akkor az amatőrök után nézzük a profikat, mert hogy tavaly igazán nagy fába vágtátok a fejszéteket, amikor megrendeztétek az első Balatonszalont. Ami viszont már azt jelzi, hogy tulajdonképpen a tevékenységi körötök egészen régiós lett, tehát az egész Balaton tájegységet magába foglalja. Tavaly kik voltak a kiállítók? Tavaly szakosodtatok. Igen, szakosodtunk. Tavaly a festőművészek és olyan képzőművészek voltak a kiállítóink, akik a Magyar Országos Alkotó Szövetségnek, a egyesületnek a tagjai. Ez nagyon jól sikerült igazából, szakmailag nagyon jó visszhangot kapott. Igazából annak köszönhetően, hogy van egy szakmai mentorunk, bábánk, aki segít ezeket a dolgokat összehozni, ez pedig a Veszeli Lajos, a Balaton-Almádiban élő festőművész, aki nagyon-nagyon sokat segített az első Balatonszalon kiállítóinak a megszervezésében, felhívta őket, akivel tudott kommunikált, mi személyesen megkerestünk mindenkit, akit csak tudtunk. Tehát volt egy olyan 2-3 hetes felmérési időszakunk, illetve szervezési időszakunk, amikor a Balaton környékét jártuk. Minden településen próbáltuk a helyi polgármestereket, a kulturális intézményeket és a művészeket is megkeresni, és ennek eredményeként 33 alkotó küldte el a műveit tavalyi évben, akik az egész nyár során itt kiállítottak a Kulturális Központ emeleti galériájában. És ezen a sikeren úgymond felbuzdulva idén is megrendeztük ezt a tárlatot, ez már 2 hete vagy 3 hete, nem tudom, fenn van, és augusztus végéig megtekinthető, szintén a Dél-Balatoni Kulturális Központnak az emeleti galériájában, szintén a Veszeli Lajosnak a szakmai mentorálása mellett, és a nagy szervezői munkát megint a Berlinger Ági és a Karanc Kati végezte el tőlünk. Teljesen véletlenül, és nagyon-nagyon lelkesen. Ha jól tudom, ezzel a kiállítással, tehát a Balatonszalonnal párhuzamosan van egy másik tárat is a Dél-Balatoni Kulturális Központban. Igen, valóban ez nem a mi tárlatunk, de mégiscsak a mi tárlatunk, tehát tulajdonképpen a szívünk csücske, ugyanis végülis a tagunk, aki Csiszár Zsolt, a Csiszár Eleknek a fia mellesleg, vagy nem mellesleg, tehát festőművésznek a fia, a Zsoltnak az extrém szobrainak van egy kiállítása, szintén fönt az emeleten, a régi könyvtárnak a nagy termében. Azt gondolom, hogy a kettő együtt annyira jól erősíti egymást. Az egyik az úgymond profi művészeknek a bemutatkozása. Át lehet menni a másikba is, fönt az emeleten. Ott viszont nagyon érdekes, furcsa, időnként meghökkentő szobrokat, alkotásokat találnak az emberek. Nekem, megmondom őszintén, nagyon-nagyon tetszik. És úgy gondolom, hogy a Zsoltban is nagyon sok olyan rejtett kincs található, ami, hogyha most kijön, akkor tényleg egy komoly művészt fog újra termelni Siófok, illetve a Balaton térsége. Laci, a kiállítás értékét tulajdonképpen azért az is meghatározza, hogy a rangos magyar kortárs művészek közül hányan fogadják el a meghívásodat. Említetted, igen, hogy hatalmas hadjáratot folytattatok azért, hogy valóban a legjobbak kerüljenek ide. Most úgy érzed, hogy ez a szalon nevében is azért sugároz valamit. Ugye? Hát én úgy gondolom, hogy igen, a Balaton szalon is, mint név sugároz egy bizonyos színvonalat, egy művészi színvonalat, és úgy gondolom, hogy az alkotások is ugyanezt sugározzák. Most igazából csak 25 művész alkotása látható a Siófoki Kulturális Központban, de ez a 25 művész, ez mindenki a Balaton környékén él, itt dolgozik, vagy legalábbis ide kötődik, vagy itt született. Például, mint Varga Imre, ugye
Kossuth és Herder díjas, meg még nem tudom milyen díjas szobrászművész, őnek is van két alkotása, amit be tudunk mutatni. Emellett van még Horváth László porcelán tervező iparművész, Munkácsi díjas, meg bocsánat, de használj nyugodtan segédeszközöket. Réger Tibor szobrászművész, aki is szintén Kossuth díjas. Tehát ilyenek is vannak, de nyilván nem csak ilyenek vannak, hanem olyanok, akik nagyon színvonalasan dolgoznak, és ezek a Alkotóművész Szövetségnek a tagjai. Látjátok már a jövőt is? Tehát volt egy rendkívül sikeres kezdeményezés tavaly, idén emeltetek egy kicsit a mércén, jövőre. Most egy másfajta lett igazából, és jövőre már pont egyeztettünk a Veszeli Lajossal, hogy a harmadik Balaton szalont szeretnénk úgy megrendezni, hogy még egy szelete a művészetnek lesz, népiparművészek és egyebek. Tehát ilyen még eddig nem volt, tehát azt mindenképpen szeretnénk a harmadikat is megrendezni. Aztán, hogy negyedik lesz-e, azt nem tudom, de a harmadikat mi nagyon bízom benne, hogy jövő nyáron ugyanígy pünköstől augusztus végéig megtekinthető lesz majd az a tárlat is. Rendkívül rangos faragók, csipkeverők élnek itt a tóparton, a déli és az északi parton egyaránt, úgyhogy hihetetlen szép és izgalmas kiállítás várható jövőre. De kicsit még térünk vissza azért az amatőrökhöz, a műkedvelő művészekhez, mert hogy számukra is írtok ki pályázatokat. Egyet-kettőt már említettél, mi várható még? Nem csak pályázatot, hanem igazából szervezünk kiállításokat, és az elmúlt 2-3 évben például voltak úgynevezett vidéki járataink, amik nem Siófokon, hanem környékben, például Balatonföldváron, Csopakon, Alsóörsön, Lovason, Igalban és Ádándon is bemutatkoztak a Héj Egyesület képzőművész tagjai, de ilyeneket tervezünk idén is, valamint Siófokon a Hexa kávéházban most már 2 éve, 3 hete váltásban mutatkoznak be a helyi alkotók. Ez folytatódik idén szeptembertől újra. Tehát ez is egy nagyon jó alkalom arra, hogy megmutassák a alkotásaikat a helyi művészeink, illetve alkotóink. Fiatalokról, az utánpótlásról. Jó a kérdés, kevesen vannak sajnos, de ezért próbáljuk a keveset is bemutatni. Hát igazából az a tapasztalatunk legalábbis, hogy az amatőr művészeknek a nagy része az átlép egy bizonyos koron, nem akarom mondani, hogy mén, és utána kezd el gondolkodni azon, hogy na most meg kéne valósítani magunkat. Mert érzik, hogy valami hiányzott az életükből, az eddigi életükből. Hiányzott a művészet, egy kicsit hiányzott az emberi érzelem, és most lehet, hogy ez nosztalgia, nem tudom, de sokan vagyunk így, akik úgy gondoljuk, hogy idős korunkra kéne letenni valamit az asztalra. És ezek a művészek nagy része olyan, hogy abban hisz, hogy ő több, mint az egyszerű átlag állampolgár. És én meg abban hiszek, hogy tényleg többek, mint az egyszerű állampolgár. Sugallni kell nekik valóban, és hogyha lehet, akkor bemutatni. És ösztönözzük azt, hogy ezt csinálják. És ez kapcsolódik ehhez egyébként a kiadványozás. Tehát különböző könyvek, kiadványok, bemutatkozási lehetőségek gazdája is az Egyesület. Hát a Héj Egyesület az elmúlt 10 évben több megjelent könyvnek a megjelentetésében bábáskodott, nem is a megjelentetésében, inkább a népszerűsítésében. Ilyen volt többek között a siófoki történelemet bemutató, 2010-ig a siófoki várostörténetet bemutató kiadvány, jó vastag kiadvány, hoztam belőle, de ide elfelejtettem behozni. Vagy ilyen volt a Balatoni Arcképcsarnok, a Balatoniak című lexikon, ahol az egész Balaton térségében élő érdekes embereket próbáltuk meg bemutatni egy kötetben. Valamint most legutóbb tavasszal jelent meg nekem egy könyvem, amit viszont már kimondottan a Helyi Érték Egyesület gondozott, őneki a kiadványa, ez a Csőre töltött álom című verses könyvem, ami úgy gondolom, hogy szintén jól indult. Volt egy bemutatónk a gimnáziumban, egy performance előadás formájában. A visszajelzések itt is nagyon jók voltak. Ezt folytatni akarjuk az ősszel, csak ugye most a nyáron és nyáron a Balaton térségében nem igazából lehet ilyen
meghívásos kultúrműsorokat tartani, tehát úgy gondoltuk, hogy itt szeptember-októberben újra elkezdjük a könyvbemutatókat. Verskiállítással például Kaposvárra is tervezünk, Balatonföldvárra, Szárszóra, meg még számtalan helyre, ahol tudunk, bemutatkozunk ezzel a könyvvel. Pontosabban bemutatkozom én. Itt a balatoniságra visszatérve, itt ezt B. Gyarmati László néven jelentettem meg. Ez azt jelenti, hogy balatoni gyerek vagyok továbbra is, és hát itt szeretnék ma meghalni majd a következő évezredben. Erről ne beszéljünk még, hagyjuk majd hát a... még odébb van. Igen, egy ilyen 50-60 év múlva születendő tévébeszélgetés során majd erről, de nem csak kultúrával foglalkoztok, és nem csak a helyi... Bocsánat, még egy valamit kifelejtettem, hogy megjelentettünk most egy, nem is pályázat, ez egy felhívást, hogy a következő kiadványunk, az Egyesületnek a kiadványa, az egy irodalmi almanak lesz, tehát verseket, novellákat, regényrészleteket, egyéb prózai alkotásokat várunk. Szeptember 15-ig várjuk ezeket az alkotásokat. Szeretnénk egy normális, vastagabb kötetben megjelentetni azokat a szerzőket, akiknek már jelentek meg könyveik, sőt, akik meghaltak már, de ide kötődtek, akiknek jelentek meg könyveik, meg akiknek nem jelentek meg könyveik, de olyan műveik vannak, amik érdemesek a megismertetésre. Tehát ennek a szerkesztését, szervezését kezdtük el mostanában, épp talán két hete tettük nyilvánossá. Tehát mindenképpen szeretnénk egy olyan képet bemutatni a Siófokon és a Siófok térségében élő irodalmárokról, amiben lehetőleg mindenki bent lesz, bízom benne, aki kötődik ehhez a térséghez. És akkor most beszéljünk még egy kicsit a sportról is, mert hogy te hosszú évtizedeken keresztül, hát másfél-két évtized, ugye elröppen az ember életében a megyei lap sportrovatának voltál a munkatársa. Csak tíz évig. Hát megszépíti, vagy megnyújtja az időt, úgy látszik a távolság már. Foglalkoztok egyébként tenisszel, focival, tehát a te két kedvenc sportágaddal. Igen, ezt hozzá kell tennem, nyilván az én két kedvenc sportágam az, ami itt az Egyesületen belül is úgy működik. Van egy 60 év feletti labdarúgó csapatunk, amelyik 10 éve, 9-szer nyerte meg a megyei versenyeket. Idén is mi nyertük meg, és pont most szombaton, 23-án megyünk Pestre az országos döntőbe, ahol 12 csapatos országos döntő lesz. De gondolom, te hamis igazolással kerültél be a 60-as csapatba. Igen, 10 évvel fiatalabb vagyok, igen. Igen. Majdnem. És meg is van már a sorsolásunk a veszprémiekkel, és a nyíregyháziakkal fogunk egy csoportba kerülni. És hogyha onnan tovább jutnánk, ne adj Isten, vagy véletlenül, vagy nem véletlenül. Vagy tudás hát akkor, miatt esetleg. Hát akkor bent vagyunk az első négybe. Annyit tudni kell még, hogy sajnos a Balaton miatt egy-két játékosunk nem tud eljönni velünk, pont jó játékosok, akik nagyon hiányoznak, és ezért megbeszéltük a Somogy megyén belül, hogy Kaposvárról és Barsról is jönnek kisegíteni bennünket néhányan. Úgyhogy bízom benne, hogy egy ilyen gyakorlatilag nem csak Siófok, hanem megyei válogatott fog fellépni 23-án Budapesten a siófoki színekben. És remélem, hogy jól fogunk szerepelni. Tenisz? Tenisz. Évek óta mi rendezzük a Manager Open siófoki teniszversenyét. Ez egy 10-12 fordulós országos teniszverseny, amely Manager Open. Ennek az időpontja pedig 30-a, június 30-a, tehát két hét múlva szombaton. Akkor a siófoki Marx téri, vagy Jókai téri pályán, a Spartacus pályáin kezdődnek a versenyek. Két évvel ezelőtt az egész országban a siófoki versenyt díjazták, mint a legeredményesebb, a legjobban szervezett versenyt. Bízom benne, hogy idén sem fogunk elmaradni a szervezésben, és részvételben is várunk minden jelentkezőt igazából, akár a megyéből is, akik párosban összemérik tudásukat az ország más tájaival, ról ide érkezett amatőr teniszezőkkel. Hát sok sikert kívánok nektek, és gratulálok az eddig végzett munkátokhoz, remélem, hogy a következő évtizedekben hasonló színvonalas munkát tudtok majd végezni. Nagyon megköszönöm, hogy eljöttél így nyár közepén. Én is köszönöm a szezon, meghívást. A főszezon kezdetén. Hölgyeim és uraim, Gyarmati László, a Siófoki Helyi Érték Egyesület elnöke volt a vendégünk. Köszönöm még egyszer a stúdióbeszélgetést. Önök a Somogy Televízió Miért című műsorát látták.
Köszönöm a figyelmüket!